Na hát, üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Ervo vagyok, és ma a Genesis Titan 750 Gaming PC gépházról lesz szó. Ez egy ATX 4 ventilátoros, ami beépítve van, 4 ventilátoros LED, rá is van írva, hogy blue, szóval kék LED-es gépház, és akkor alultápos gépházról van szó. Meg is nézem, hogy mi van még talán ráírva. Ez van ráírva. Így. Állítsátok meg a videót. Alaplapok tájékán ATX, Micro ATX és Mini mi az ITX alaplapot fogad be. 3,5 magyarán a HDD, az 2. Akkor az SSD, abból 2-t fogad be, magyarán annyi férőhely van benne a gépházban. Akkor USB 3.0 az 1 van fönt a tetején, és 2.0-as pedig 2 van. Van rajta egy HD audio jack, az a hát maga a fejhallgatóhoz, meg a mikrofonhoz. 120 mm-es 3 ventilátor található elől, és akkor egy 120 mm-es ventilátor, ledes ventilátor található hátul belül, és egy 120 mm-es pedig fölül, ami nem ledes viszont. Akkor igen, az ATX lap, itt van a gépháznak a méretei, ja nem, ez a CPU, GPU, igen. Jó, maga a, amúgy ez poén, itt a gépház méretei. 4,5 kiló maga a gépház. Oké. És amikor jött a csomag, de szerintem ez még rajta is van, nem, benne van a papíron, 1 kiló vatták fő. Na, szerintem akkor srácok, jaj, bontsuk ki ezt a szörnyeteget. A jó öreg megszokott cikére. Na akkor, nézzük a doboz tartalmát. Papírok, egy adag. Hogyha srácok, ti is szeretnétek hasonló vagy ugyanezt a gépházat megrendelni, lent a linket a leírásban megtaláljátok. Na, nézzük, hogy mik vannak rajta. Először is valahogy ezt szedjük ki. Ahogy látom, ezek pótalkatrészek, vagy nem. De ezek pótcsavarok, meg ilyenek. Van egy hangszóró, meg amivel majd a megtartott London föl lehet majd csatlakoztatni, az most nem kell. És akkor szedjük ki a dobozkából ezt a gyerekét. Na, akkor hangaracel levétel. Na, nem veszem le még először fóliákat, mert ezt viszem majd szervizbe összerakatni. Azért, mert szerintem kell még hosszabbítót vennem. És megtudakolom, hogy melyiket ajánlják a legjobban. Na mindegy is. Az elején van, ugyebár, hogy mondtam a dobozra ráírva, hogy az elején van 3 kék színű ventilátorunk, és belül egy. A szétbontás részét most fogom bevágni. Először is felső, ott van, hogy DVD meg a CD meghajtó, magyarán a ROM, SSD, HDD, bocsánat fordítva, de SSD, a HDD-t meg külön majd bebírom kis piókokba, fakokba majd tenni, aminek megvan majd a darabjai külön. Na viszont, akkor ide jön majd a táp, ide belülre le, ide az alaplap, és akkor körülbelül ennyi, itt egy ventilátor, és itt van még 3 ventilátor oldalt. Hát most ezt nem tudom mennyit, nem tudom mutatni nehezen, de nem dül el semmi. És ott van az a 3 ventilátor, egy fönt, ma látszódik, alatta, meg alatta még egy. Na, és akkor nézzük, hogy mi van is a külsején, ha már a belsőt már ugyebár megmutattam. Na, akkor az első, az elején ugyebár a 3 ventilátor, amit mondtam, az oldala, a belső oldala az egy rendes alu. Akkor nézzük, a felső részén található a 3.0-es és a két darab
2.0-ás USB. Ezek szerintem ugye a LED-nek a sebessége, vagy valami hasonló, egy reset gomb és egy power gomb, meg a mikrofon és a fejhallgató jack. Ez viszont a kedvencem, mágneses. Tetszik. Alultápos, ahogy mondtam. Alultápos, itt jön neki majd az alaplap részei, és itt van már a hátulján, látjátok, amúgy is a ventilátor, de már ezt belülről megmutattam. Na, akkor az oldala viszont még az elmaradt. Az oldala szintén egy plexizett ilyen fémlap végül is, csak a közepén egy plexi található, szóval majd szépen tudok villagni vele. Na és srácok, akkor körülbelül ennyi is lenne ez a kisebb-nagyobb videó, maximum ez egy 5 perces unboxingnak készült, de szerintem maximum nagyon picit lehetne több. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és ne felejtsétek el a feliratkozást és a feliratkozás gomb melletti kis harangot bekattintani. Ha esetleg nektek is ilyen gépházatok van, akkor mindenképpen írjátok le nekem azt kommentbe. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Ervo voltam, sziasztok!